Hivatalosan is bejelentette árnyék kormánya megalakulását Dobrev Klára. Gyurcsány Ferenc felesége azt azonban egyelőre nem árulta el, hogy kik lesznek az árnyék kormány árnyék A DK Európai Parlamenti Képviselője szerint minden válság okozója egy személyben Orbán Viktor miniszterelnök. A Fidesz frakció vezetője viszont úgy látja, az árnyék kormány megalakításával Gyurcsány Ferenc világosan megüzente, hogy a baloldalon ezen is ő a főnök. A DK elnöksége arra kérte fel Dobrev Klárát, hogy alakítson árnyék kormányt. Egy nappal az összödi beszéd kiszivárgásának 16. évfordulója előtt azzal állt elő a Gyurcsány párt ügyvezető alelnöke Molnár Csaba, hogy a volt miniszterelnök felesége Dobrev Klára árnyék kormányt alakít. Ehhez meg is kapta pártja elnökségétől a szükséges támogatást. A DK jelölése alapján nemrég megválasztott Bőszanet főpolgármester helyette szerint tíz éve várnak erre a magyar választók. Mekkora szükség van mondjuk egy DK árnyék kormányra népnek? Van szüksége, hiszen erre várunk tíz éve. Köszönöm hát De mégis lesz önöket köves délőben az első árnyékminiszterelnöki miniszterelnöki beszédemet felszólítással Gyurcsány Ferenc felesége vasárnap délelőtre várta követőit a közösségi oldalán, a beszédet az egyik budapesti luxusszállodában mondta el. Kedves barátaim, elvállaltam a demokratikus koalíció elnökségének a felkérését, árnyék alakítok, és honnan bemutatom az árnyék kormány árnyék minisztereit. Dobrev Klára öt hónappal a Fidesz negyedik kétharmados győzelme után közölte, a kormány megbuktatására készül, híveinek hazafias politizálást ígért, szónoklatában pedig több alkalommal is az Európai Unióval példálózott. Az erős és egységes Európában erős szövetségeseket, erős barátokat szerzünk. Azért, mert nekünk, magyaroknak, a magyar nemzetnek ettől lesz jobb az élete, ettől leszünk erősebbek, ettől leszünk nagyobb biztonságban. És én ezt mérhetetlen hazafiasnak tartom. Gyurcsány Ferenc felesége, aki egyben LP képviselő is közölte, Árnyék kormánya nem szakértőkből, hanem politikusokból fog állni. Készülünk! A DK elnöke hetek óta ígérte, hogy készülnek valamire, de azt nem árulta el, hogy mire. Dobrev Klára beszéde alatt is az első sorban ült azért a magyarok emlékeznek arra, hogy milyen egy gyurcsány kormány is. A Fidesz frakció vezetője szerint az árnyék kormány megalakításával Gyurcsány Ferenc világosan megüzente. A baloldalon ezen túl is ő a főnök. Kocsis Máté közölte, bízik abban, hogy Gyurcsány Ferencből és kormányaiból a jövőben senki nem kér majd. Mindent elvettek tőlük, adót emeltek, a családtámogatásokat megvonták. És elvették a bért, és elvették a nyugdíjat is. Na most mentes időszakban is óriási kockázat a magyarok számára egy Gyurcsány kormány. Válságban meg a katasztrófával egyenlő. Nem kell félni, nem fog fájni. 2006 nyarán új kormánya megalakulása után szinte azonnal drasztikus megszorításokat jelentett be Gyurcsány Ferenc. 15%-kal emelték meg az áram és 30%-kal a gáz árát pedig a választások előtt nem ezt ígérték. Nem lesz lakossági gázáremelés, nem ezt mondtuk? Lett a gázárát 30 kal növeljük átlagosan. jócsány Ferencék azonban itt nem álltak meg. Leépítették a családi adókedvezményeket, elvették a 13. havi nyugdíjat, felemelték a személyi jövedelemadó felső kulcsát és az áfát is. Kórházakat zártak be és fizetősítették az egészségügyet. Közben az IMF-től 20 milliárd eurós hitelt vettek fel, devizahitelbe hajszolták az embereket, és milliók kerültek kilátástalan helyzetbe miattuk.